Ipari gépen varnak szájmaszkokat a diákok. Nemrég tanulták meg lépésről lépésre a Szekszárdi Szakképzési Centrum Dombóvári Eszterházi Miklós szakképző iskolájának és kollégiumának női szabó tanulói, hogyan kell legyártani egy szájmaszkot. Ezeket elsősorban otthon vagy kis csoportokban, az elővigyázatossági intézkedések betartásával gyártják. Haraszti Renáta két kisgyerek mellett otthonában már több mint 70 darabot készítette el. Azt mondja, a gyakorlati tudás elsajátítása mellett jó érzés számára, hogy másokért tud tenni, hasznos tagja a társadalomnak. Én mindenképpen szerettem volna megtanulni szakszerűen varni. Van két kislányom, nekik szoktam otthon varrogatni, de azért az nem ugyanaz. Meg ha meglátok egy szabás mintát, akkor pánikbe esek, mert nem tudom, hogy hogy kell használni. Csak úgy tudtam, hogy ha lerakok egy meglévő ruhát, azt körberajzolom, és azt szerint varrok. Szóval én emiatt szerettem volna mindenképpen, illetve szeretnék majd a későbbiekben ebben foglalkozni. Meg hát nem mindegy, hogy amit otthon megvarunk, nem tudom, 2-3-4 hét alatt, azt megtanuljuk, és meg fogjuk tudni varni egy óra alatt is akár. Szóval én emiatt szerettem volna mindenképpen. Hát most a vírus, ez most nagyon fölülírta a dolgokat. Mi februárba kezdtünk, ha jól emlékszem, ugye egy ilyen keresztfél éves képzésbe. Körülbelül lement, ha 4 hét, vagy 5, és akkor jött a vírus, jött az, hogy akkor távoktatásba. Így nem könnyű. Ugye nekünk ami nagy gondot okoz, hogy otthon háztartási gépek vannak, az iskolában ipari gépek vannak, nem ugyanaz a kettő. Ami jó benne, hogy van egy Facebookos csoportunk, két tanárnőnk van, ugye egy elméleti, illetve egy gyakorlati, mind a kettő rakja föl nekünk az anyagokat, tudunk velük Facebookon egyeztetni, ha valamit nem értünk, fel tudjuk őket hívni, meg tudják mutatni, akár ugye találkozni is tudunk velük, szóval ilyen szempontból azért nagy előnyünk van. De jó lenne már visszamenni az iskolába. Hát nagyon-nagyon örülnek neki, azt tudom. Ez nálunk úgy működik, hogy mi behozzuk a gyakorlati oktatónknak, a Katinak, és ő oszta ki azoknak, akiknek szükségük van rá. Azt tudom, hogy ment már a kórházba, ment más ilyen szociális intézményekbe, meg legfőképp mindjárt az egészségügybe próbálja tovább juttatni, ott van rá a legnagyobb szükség. Elvileg most már, ha jól tudom, akkor lassan befejezzük a maszkok gyártását, és akkor vissza tudunk zökkenni a saját tananyagunkba, ott majd most drapériát, illetve egyéb lakástextilt fogunk gyakorolni. Ilyenkor, ha van egy feladat, akkor igyekszek, hogy minél előbb legyek túl rajta, legyen megoldva, és akkor utána majd tudok mással is foglalkozni. Először, amit kaptunk, ott a gumik és az anyagnak az egyik fele már méretre is volt vágva, tehát nekünk a másik felét kellett megcsinálni. Ugye rávartuk két oldalra a gumit, összevartuk, kifordítottuk, szépen megvasaltuk. Én nekem úgy sikerült, hogy a hajtásokat is előbb megvasaltam, és utána vartam össze. A többieknek ment a szembiztosított üvel, de nekem nem. Végül is itt szakmailag is sokkal jobban megtanuljuk a dolgokat. Ugye otthon én YouTube videó vagy innen-onnan nézegetem, az nem mindig jó, nem mindig olyan szép, de otthonra nekünk és a családnak jó. Tehát itt megtanuljuk szakmailag is ezeket, hogy az, hogy mi hogy áll össze, hogy a folyamatok hogy jönnek egymás után, mert tehát minden szakmának ennek is megvannak a trükkjei, és az nem mindegy, hogy mondjuk, hogyha én varrok valamit, akkor otthon megcsinálom egy óra alatt, vagy itt megtanulom azt, hogy 10 perc alatt látom, hogy mit hogy készül, és összerakom. Valakit ezzel meg tudunk védeni, vagy segíteni tudunk neki, akkor ez természetes, hogy megtesszük, mert úgymond akkor nekünk csak annyi van, hogy meg kell varnunk. Az 5 tanuló munkáját egy óraadói állásban foglalkoztatott varrónő, valamint az iskola könnyű ipari mérnöki végzettségével rendelkező egyik tanára segítés koordinálja. A diákok szinte megállás nélkül dolgoznak, csak akkor van fennakadás, ha elfogy a szájmaszkokhoz szükséges gumi, ami most szintén kezd hiánycikk lenni. Azonban a Dombóvári Eszterházi iskola nemrég kapott egy nagyobb nadrággumi felajánlást, így jelenleg semmi sem akadályozza a szájmaszkok készítését. Hogy én nekem az a személyes véleményem, hogy igenis hordjon mindenki maszkot, mert soha nem lehet tudni, hogy ki fertőzött és ki nem. Főleg ugye, hogy mondják, hogy azért több hét a lappangási idő. Tehát jobb, hogyha mindenkin van maszk, saját magunk és mindenki más védelme érdekében. A főnökeim felajánlották, hogyha én ezt csinálom továbbra is, akkor ez legyen az otthoni úgymond home office munkám, hogy én ezt gyártsam, gyűjtsem be a felajánlásokat, hogy ugyanúgy csináljuk, ahogy eddig, koordináljam, hogy kik azok, akik segítenek, és akkor a megfelelő helyre juttassuk el ezeket a szájmaszkokat. Vezetünk füzetet, jelentjük az iskola felé, hogy melyik napon mennyit kinek szállítottunk át, ki az, aki átveszi. Van egy kapcsolattartónk, aki
aki ezt digitálisan is, tehát fotót készít róla, és mindenképpen ingyenesen, tehát mindenféle anyagi vonzat nélkül. Vannak felajánlások, nagyon sokan, tehát nem is gondolná az ember, hogy mennyien megmozdulnak, akik nem tudnak varni, felajánlják azokat a lepedőket, ágyneműket, amiket nem használnak. Van olyan, aki még fel is szabja, megkérdezi a méretet, és úgy hozza, vagy küldi el. A diákok pedig úgy szintén mindenképpen, tehát nekik gyakorlatot is kell csinálni, és valahol ez az átmeneti időszakban egy segítség, hogy valamivel le van fedve a gyakorlati idejük, tehát ők nagyon-nagyon sokat gyártottak. Voltak olyan helyek, ahol egy az egyben az ő munkájuk volt. Per pillanat olyan 700 darabnál tartunk, de már a szünet utáni időre, tehát nem tudja, a húsvéti meg a szünet utáni időkre is megvan ez a napi, most már úgymond rutinszerű darabszámunk, tehát le vagyunk már terhelve, tehát már a szünet után is másfél hétig megvan, hogy hova kell gyártanunk. Különböző szociális intézményeknek hát fogynak az anyagok. A gyerekek nagyon sokat tudnak készíteni, gyerekek, végül is felnőtt emberek, akiknek ugyanúgy ott van a családjuk, ugyanúgy ott vannak a gyerekek, akiket segíteniük kell a tanulásban délelőtt, ott a háztartás, és hát nem egész nap dolgoznak, de nagyon szépen hozzák a napi mennyiséget. Tehát egy ilyen 30-50 darabot naponta össze tudunk gyűjteni mindannyian. Nem mindegy, hogy milyen anyag van beledolgozva, 100%-os pamut textíliának kell lennie, mert hogy ugye mosható kell, hogy legyen 60 fokon, és vasalható, tehát 60 fok fölött, és hogy vasalható is legyen. Na most a varrógépek ezt a többszörös anyagvastagságot elég nehezen bírják, és ugye mindenki a saját gépével var otthon, ami ugye hobbi szint, és nem ipari géppel. Úgyhogy kellett más technológiát is kitalálnunk. Úgyhogy itt most ilyen térbeli maszkokat is kezdtünk úgy próbálgatni, mert hogy az ilyen hajtogatott az valahogy, ahogy az ember a levegőt veszi benne, valahogy ugye vákum keletkezik, és rátapad az orrára, tehát ez hosszú távon nem a legjobb dolog. Hogy a maszkoknak és a különféle ilyen védőfelszereléseknek az elkészítését elkezdtük. Annak fő alapja az is, hogy az intézményünk alapelve ez a segítsünk, ahol tudunk, a tanulóinknak az összetétele ez eleve minden nap minket erre kötelez is. A varrónőinknek, akik viszont meg kell mondjam, hogy nagyon örültek is neki, mert ezáltal ők bizonyos fokig azért a gyakorlatot teljesíteni tudják. Elsősorban az egészségügyiben a kórház belgyógyászatára, a mosdósi szanatóriumnak, valamint a Domovárvároshoz tartozó településekhez juttattunk ki. Nekem ehhez most biztos, hogy kellene egy puska, hogy el is tudjam sorolni, hogy hova került még ez a rengeteg maszk. Én akkor így mondom, hogy jó helyre. Minden esetben indokolt, nagyon jó helyre kerültek ezek a maszkok, és természetesen ez még itt nincs vége. Azt gondolom, hogy példaértékű ez a kezdeményezés, aminek tanulni lehetünk Dombaváron, illetve mondhatnám, hogy Tolna megyében, hiszen ez egy megyei szintű kezdeményezés, aminek Dombaváron a helyi adott a helyszínt. Nyilván azt gondolom, hogy a 50 darab maszkot, amit a héten kaptunk tőlük ajándékba, és itt készült az ő tanvarodájukba, azt egy higiéniai csomag keretei közt szétosztottuk a dombavári puszták lakói között. Nyilván azt gondolom, hogy ennél sokkal több maszkra lenne szükség, és a sebészeti maszkok beszerzése is még ma is napi problémát okoz, de megpróbálunk megküzdeni a feladattal, és minden olyan személy, aki bármilyen ellátásban részt vesz az önkormányzat alkalmazásában, ők minden nap kapnak új maszkot, kapnak új kesztyűt, és megkapják a készfertőszert is. Több iskolában zajlik még az előkészítés és az alapanyagok beszerzése is. Az elsődleges cél a helyi, valamint a települési igények kiszolgálása, az adott város vagy térség kórházainak, szociális intézményeinek, idős otthonainak az ellátása.